Jól fogy a felvágott hétköznap ebben a nyíregyházi boltban. Egy évig vasárnap nem nyithattak ki, most újra. Úgy, mint más boltok is. A vásárlók azt mondják, jó, ha minden nap lehet boltba menni, de ők már a hét utolsó napjára nem hagynak vásárolni valót. Én nekem jó a hétköznap, mert én nyugdíjas vagyok, és ilyen ráérő bármikor bevásárolni. Mondjuk kár volt ezt a cécot megcsinálni eddig is, úgyhogy mindegy. Szerintem jó volt, hogy nyitva volt sok embernek, hogy nyitva volt vasárnap, de én speciál úgy szoktam, hogy már hétvégére nem hagyok semmit. Tehát én igyekszek pénteken ezt elrendezni, hogy a hétvége azért egy kicsit nyugisabb legyen. Kedden döntött az országgyűlés, hogy visszavonja a vasárnapi boltzáról szóló törvényt. Ez azt jelenti, hogy újra nyitva lehetnek az üzletek vasárnap, ha akarnak. A Nyüzsgő-Nyíregyházi sétáló utca vasárnaponként csendes volt, hiszen itt az üzletek többsége bezárt, ez most megváltozik. A dolgozók többsége ennek annyira nagyon nem örül, hiszen nekik jól jött a szabad vasárnap, de ezt kamerában már nem merték elmondani. Attól tartottak, hogyha vállalják véleményüket, akkor a munkáltató azt fogja mondani, hogy jó, ha vasárnap nem akarsz dolgozni, akkor ne dolgozz hétfőn, kedden, szerdán, sőt egyik nap sem. Nyilatkozott viszont a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének megyei titkára. Vida Sándor a 35 perc című műsorunk szerdai adásában azt mondta, dupla bért követelnek, és azt, hogy szabadon dönthessenek arról, dolgoznak-e vasárnap. Szeretnénk, hogyha a munkatörvénykönyve úgy változna, hogy 100%-os bérpótlékot fizessenek a vasárnapi munkavégzésre. Aztán követeljük, hogy a munkáltatók adják meg a választási lehetőséget a munkavállalóknak, hogy ők dönthessék el, hogy akarnak-e vasárnap dolgozni, vagy nem szeretnének vasárnap dolgozni. A szakszervezet azt tervezi, hogy vasárnap tüntet a Nemzetgazdasági Minisztérium előtt, és átadja követeléseit a szaktárca illetékesének. Vida Sándor azt nem tudja, hogy a megyéből hányan csatlakoznak a demonstrációhoz, mert még csak most szervezik a küldöttséget.